Újfajta szolgáltatással segítik a koronavírus járvány miatt is nehéz helyzetbe került embereket Jászapátiban és a város 50 kilométeres körzetében. A jászsági népkonyha helyi alapanyagokból készülő egytálételt tud biztosítani, akár 10 000 ember számára is. Készül az ebéd Jászapátiban a napokban átadott jászsági népkonyhán. Hitem szerint, hogy ha valaki a közszolgálatot fölvállalja, akkor mindent meg kell tenni annak érdekében, ami jó az embereknek. Vagy ha valahol valami jól működik, akkor azt nekünk el kell sajátítani. Így figyeltünk fel Debrecen környékén a civil étkeztető központra, akik ott abban a térségben közel 30 000 főre főznek napi szinten, és ez egy fontos dolog. Fontos dolog most itt a Covid idején, amikor azt látjuk, hogy embereknek egy-egy adag ételért el kell menni bevásárolni, előkészülni, megfőzni, itt pedig, ha az önkormányzatoknál regisztrálnak, akkor ingyen térítés nélkül bárki megkaphatja ezt a szolgáltatást. Így elmentem és megkerestem a szolgáltatóközpont vezetőjét, és kértem, hogy itt a jászságban is ezt a szolgáltatást csináljuk meg. Az volt a kérésük, hogyha biztosítunk számukra egy konyhának megfelelő épületet, akkor eljönnek és meg fogják valósítani itt is ezt a szolgáltatást. Így kerültek ide a jászságba. Gyakorlatilag pár hét alatt már elértük, hogy közel 5 000 adag ebéd készül, és ez még nem egy véges szám, hiszen az önkormányzatok számára még továbbra is nyitott a lehetőség. Bárki a lakosság körében, aki élni akar ezzel a szolgáltatással, regisztrál az önkormányzatoknál, osztópontokon keresztül minden településhez, minden emberhez eljut ez a szolgáltatás, ami hitem szerint mindenki számára fontos. A jászsági népkonyha Jászapátin épült meg, itt újult fel, és Jászapáti közelében 50 kilométeres távolságon belül létesültek az önkormányzatoknál a településeken osztópontok, és ezeken az osztópontokon keresztül jut el a friss ebéd minden egyes településre, illetve minden egyes háztartásba, akik regisztráltak. Ahogy látszik, ez egy nagyon komoly beruházás volt, nagyon komoly eszközöket és gépparkot hozott ide a szolgáltató, ami azt jelenti, hogy a mai adag, ami közel 5 000 fő, ez akár meg is duplázódhat, a konyha kapacitása el fogja bírni. Azon túl, hogy maga a szolgáltatás minden ember számára fontos, aki regisztrál, munkahelyet teremtettünk, és egy nagyon jelentős adóbevételt a városnak. Több mint 20 fő dolgozik jelenleg a konyhán, illetve a kisegítő személyzet, valamint minden településen, akik az osztópontokon részt vesznek, és a gépkocsi vezetők, akik az itt elkészült ebédet a településekre kiszállítják. A Jászapáti 50 kilométeres körzetében élők a helyi önkormányzatnál regisztrálhatnak, ha igénybe akarják venni ezt a fajta szolgáltatást. A konyha beszállítói elsősorban a helyi, illetve környékbeli kistermelők. A cég azon felül, hogy komoly összegeket fektetett a konyhai eszközök beszerzésére, munkahelyeket is teremtett a településen. Helyi alapanyagokból főzünk, arra tudunk figyelni, a helyi specialitásokra annyira nem, mert kalóriatartalomnak kell meglenni, és eléggé szűk skálán tud mozogni, ami megfelel mindennek a szabályok szerint. Amennyiben lehetséges, mindenképpen a helyi vállalkozóktól szerezzük be. Egyrészt segítünk ezzel a helyben lakó embereknek, vállalkozóknak a vírushelyzet miatt nehezen kialakult forgalmat növelni. Másrészt meg hiszünk abba, hogy ahol vagyunk, ott segítsünk. A cégünk jelenleg 3 megyében 7 darab konyhát üzemeltet, közel 150-en dolgozunk, ebbe az üzembe jelenleg 20 fő helyi dolgozó dolgozik. A jászsági népkonyha jelenleg napi 5 000 adag egytálételt készít el és szállít ki a települési önkormányzatokkal közösen működtetett elosztópontokra. De a cég képes megduplázni ezt a kapacitást, ha lesz rá igény.